Lassul a pénzromlás Romániában, ez derül ki az Országos Statisztikai Intézet által közölt legfrissebb adatokból. Ezek szerint szeptemberben ismét 5% alá csökkent az éves infláció. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint az augusztusi 5,1%-ról szeptemberben 4,62%-ra csökkent az éves infláció Romániában. Ez nem azt jelenti, hogy csökken a termékek és szolgáltatások ára, hanem mindössze annyit, hogy lassul a drágulások mértéke. Ezt jól példázza a Statisztikai Intézet által közölt adat is, miszerint 2023. októbere és 2024. szeptembere között átlagban 6,1%-kal nőtt a fogyasztói árindex az előző 12 hónaphoz viszonyítva. Szeptemberben egyébként az élelmiszerek átlagára 4,72%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer jellegű termékek 3,3%-kal, a szolgáltatások pedig 7,88%-kal drágultak. A legnagyobb 17,8%-os áremelkedést a postai szolgáltatások esetében mérték, a légi közlekedés 17,7%, a zöldségek és zöldségkonzervek 16,28%, a mosószerek pedig 14,72%-kal drágultak. A legnagyobb mértékben 13,38%-kal a búzaliszt, 12,53%-kal a kukoricaliszt és 10,46%-kal a vaj ára csökkent. A Román Nemzeti Bank legutóbb a korábbi 4,9%-ról 4%-ra módosította a 2024-es évre vonatkozó inflációs előrejelzését, a jövő év végére pedig 3,4%-os inflációt prognosztizált. A pénzromlás alakulása azonban a jövőbeni adó és pénzügyi intézkedésektől is függ a jegybanki kormányzó szerint.